a gyógyszál. Ahol álmomban láttam Magyarország, ahol az arcodban láttam a mamacát. A tüledésben bőség, akik az ügyben bőség voltál. Én ezt az arcot már őzöm Magyarország, hiszek az álmomban egy életen át. Magyarország, te vagy a szívembe írva, Magyarország, te vagy a lelkemre írva, Magyarország. Ha te vezess most engem, és amit meg kell tennem, segíts. Magyarország, ideke földön, ha járok, Magyarország, ahol az út is megfordul, tiszta hozzád. Velem a hősök élnek, engedd, hogy benned éljek tovább. Ahogyan ők élnek bennem, Magyarország. Igen, mert szeretettel és őszinte tisztelettel köszöntök mindenkit a Varangyvár közülése nevében. Külön köszöntöm polgármesterokat, polgármesterasszonyokat, illetve minden kedves megjelent érdeklődőt. Én úgy gondolom, hogy maga az egész név, a logó, maga az egész történet, úgy gondolom, sikerre van ítélve. Már csak önökön múlik, hogy mennyit tudnak önök megvalósítani. Azokat a célokat, amelyeket a önök 9 település megfogalmaztak, fantasztikusak, és úgy gondolom, a 9-ekben benne van a lehetőség az is, hogy sikerül megvalósítani. Én amikor ezelőtt 2 éve ezt a tisztséget megválasztottak erre a tisztségre, az egyik fő mottom az volt, hogy célom lenne azt elérni, hogy a polgármesterek, szomszédos polgármesterek ne ellenfelet, ne ellenséget lássanak egymásban, hanem partner. Partnert abban, hogy beszéljék meg, hogy mikor tartják a falunapot, partnert abban, hogy közös rendezvényeket hozzanak létre. 9 település, én úgy gondolom, már komoly lakosság, illetve húzóerővel rendelkezik ahhoz, hogy ki tudjanak csábítani embereket Pécsről, akár Szigetváról és a környező megyékből is. Nagyon fontos, végignéztem a program, rendkívül színes programot állítottak már most is össze, és tényleg köszönet a szervezőknek, hogy meg tudták csinálni, mert ez a 9 település képes arra, hogy amit célul tűzte ki, hogy a 9 település visszakerüljön a megye turisztikai térképére. Nagyjából úgy, mint a több sikeresen megrendezésre kerül művészetek völgye például, ahol rengeteg embert meg tudnak mozdítani. Nagyon fontos ez azért is, én úgy gondolom, hogy az itt élő emberek számára is el lehessen hozni a kultúrát, ami szintén nagyon fontos célkűzés volt a program létrehozása kapcsán, hogy az itt élő emberek is érintsék, meg át tudják gondolni, át tudják érezni a művész emberek különböző műveink keresztül, hogy mit gondol, mit érez. Én úgy gondolom, az ember a művészetek alapú keresztül tud igazán emberré válni, hiszen csak az ember képes művészeti alkotásokat létrehozni. És a harmadik talán egyik legfontosabb cél szerintem az, hogy igen, valóban az augusztus 20-i ünnepség kicsit megkopott, enervált, sokan nem tudjuk, mit rakjunk mögéje. Ez a rendezvénysorozat képes arra, hogy fölkészüljünk arra az ünnepre, augusztus 20-ára, és közösen tudjuk megünnepelni, és ne csak arról szóljon, hogy egy falunak, hogy éppen csak jól érezzük magunkat, vagy éppen csak egy jó zörköltet tegyünk, ami nagyon fontos, én úgy gondolom, de ettől függetlenül több tartalmat tudjuk megtölteni. Ez a rendezéssorozat tökéletes erre, és én csak azt kívánom, hogy jövőre még nagyobb program, még szélesebb programmal, illetve lehetőség szerint támogatással is meg tudják ezt a rendezéssorozatot, el tudják a rendezéssorozatot végig tudják vinni sikerrel. Nehéz kívánok önöknek,
nagyon sok sikert, nagyon sok egészséget és kitartást, és önöknek meg kívánom azt, hogy élvezettel hallgassák végre a különböző rendezvényeket, és tudjanak ebből minél több színesebb élményt hazavinni. Köszönöm szépen, megtisztelő! Úgy tűnik az augusztus a fesztiválok hónapja ebben a térségben, hiszen nem olyan régen zajlott le az Ördögkatlan Fesztivál, és most ugyan még kicsit kisebb léptékkel, de a Kilenc Falva Fesztivál kezdődött ma Kásádon. Miért Kilenc Falva Fesztivál? Egyesületünk a Cigány Kulturális és Közművelési Egyesület Pécsről nagyon fontosnak tartja, hogy ezen a területen turisztikai fejlesztést hajtson végre. Ehhez kaptunk is egy uniós támogatást, amely révén Alsó-Szentmártonban a cigány településen egy etnokultúrfarm vendégházat tudtunk átadni. Úgy gondoltuk, hogy nem elég egyedül elkezdeni valamit, be kell vonni a szomszédos településeket is ahhoz, hogy alsó-szentmártoni projektünk is sikeres legyen. Nagyon örültünk, hogy a térség polgármesterei nyitottak voltak erre a fesztiválra, és támogatták az ötletünket, így a mai napon már a nyitó rendezvényen a megvalósulás is elindult, és reménykedünk abban, hogy a következő évben még színvonalasabb, még nagyobb mértékben tudjuk megszervezni fesztiválunkat, és előre tudjuk tervezni, előre tudjuk a költségvetést sét összeállítani, előre tudunk akár közös pályázatot beadni. Azt gondolom, hogy ez az elindulás egy nagyon fontos, reméljük, hogy sikeres lesz, hiszen számtalan szép program vár még ránk, ugye Mattyon horgászt versenyt szervezünk, Dráva Szabolcs, a 800 éves Dráva Szabolcson lesz a befejező programunk, egy népzenei fesztivállal, egy kilenc falva főzőversennyel, ahol minden önkormányzat képviselteti magát a saját ízekkel, a saját specialitásokkal, és szeretnék ez vándorkupa jelleggel minden évben a nyertes önkormányzat rendezésében ez újra megrendezésre kerülne. Azt gondolom, ez nagyon fontos dolog. Minden olyan rendezvény, ami azt a célt szolgálja egy kicsit, ez a térség, egy kicsit az elmaradottságból, az elfeledettségből gyakorlatilag előrébb lépjen, az előre viszi ezt, és gyakorlatilag mondhatjuk, hogy nemzetközi fesztivál, hiszen most éppen mögöttünk az új bezdániak lépnek fel. Igen, erre nem is számítottunk, nagyon örültünk, amikor a Kását polgármestere felajánlotta, hogy a testvér faluból eljönnek az új bezdániak. Nagyon örülünk ennek, és reméljük, hogy most mi is ötletet kaptunk ezáltal, is nyitottabbá tesszük a délvidék felé ezt a rendezvényünket. Fontos számunkra ez a kapcsolat is, hiszen itt évszázadokon keresztül jól megéltek egymással cigányok, svábok, sokacok és különböző más nemzetiségek, ezért ugye a fesztiválunk fővonalába ez a nemzetiségi érték megjelenik, hiszen akár a gasztronómiába, akár a népzenei fesztiválon ezek az értékek előjönnek, ezekre építettünk, fontosnak tartjuk őket. És úgy tűnik, hogy fogadókészség is van rá, hiszen elég sokan jöttek el az első a nyitónapra, és reméljük, ez így lesz a továbbiakban is. Nagyon örültünk, igen, hogy sok érdeklődő jött, és hogy a kilenc településről érkeztek vendégek, hiszen az volt a célkitűzésünk, hogy a kilenc település meglátogatja egymás programját is, hogy elindul egyfajta barátkozás, hiszen sok ember alig hagyja el a falu küszöbét is, tehát azt gondoljuk, hogy fontos, hogy elinduljon egy együttműködés, egy megismerkedés, és ebből talán egy nagy fesztivál kinőheti magát, de akár még gazdasági együttműködés is, hiszen itt felfedezzük majd, lesz egy parasztpiacunk holnap egyházas harasztin, felfedezzük az értékeket, hiszen egy értéktárkonferencia is lesz egy megyei önkormányzat támogatásával, ahol a települések az értékeiket bemutathatják, és azt gondolom, hogy ez is előre viheti azt, hogy legyen önbizalmunk, újra akár az augusztus 20-ai ünnepséget közösen tudjuk ünnepelni, hogy ez tényleg az államalapítás, Szent István királynak az ünnepe legyen, és az összefogás ünnepe, hiszen ő mindannyiunk királya volt. Kilenc Falva Fesztivál megnyitóján vagyunk itt most Kásádon, és a támogatók között a megyei önkormányzatot is ott találjuk. Mi volt az, amiért támogatásra méltónak ítélték ezt a fesztivált? Én úgy gondolom, mai világban, ha kilenc település összefogja, és közös akarat mellett, és ha van közös akarat, akkor van hely a nap alatt cím, szóval szerintem ez rendkívül fontos, hogy példaértékű megyében ilyet létre tudnak hozni. Szervezők előtt le a kalappal, és minden tisztelt, hogy ezt meg tudták így hozni. Épp most beszélgettünk, hogy nagyon fontos lenne, hogy most lehet látni, nagyon sokan vannak a rendezvényen, hogy
jó lenne, ha a közösségek átjárnának egyik településre a másikból, hogy újabb közösségek alakuljanak, hogy jobban össze tudjanak fogni a települések, mert ha 9 település összefog, akkor jobban látszik a térképen is, és ugye mondtam, van esély arra, hogy visszakerülnek a megye turisztikai térképére is. Hát ez mindenképpen jó lenne, főleg itt ezek az alvég, megyének az alvége egy kicsit gyakorlatilag így, nem az elfeledett, de gyakorlatilag kicsit a lement a térképről, mondhatnánk kis túlzással. Jó lenne, ha visszakerülnék, és ezek az ilyen közös pontok, ezek biztosan sokat segítenek. Vannak-e még olyan egyéb ilyen összefogások a megyében, ha egy kicsit kitekintünk? Igen, létrehozták, ha a turisztikáról beszélünk, létrehoztuk a területi turisztikai egyesületet, turisztikai destinációt, aminek a lényeg az, hogy összefogja a különböző térségi TDM-eket, turisztikai destinációs menedzsmeket, és közös programot, közös megyei turisztikai programot létrehozva, és egységesen kiajálva a megyében, illetve megyén túlnyúló része érdeklődők számára feltétlenül fontos. Ez mindenképpen jó, azt hiszem, akik itt lakunk, azok nagyon jól tudjuk, hogy milyen értékekkel rendelkezünk, de sajnos kifelé ez eddig nem nagyon ment. Hogyha ez most egy kicsit majd megfordul, ez nagyon jó lesz az itt lakóknak is. Igen, mert én szigetve vagyok jól magam, tehát én is látom ezeket a problémákat. Nap mint nap szembesülök, olyan beszélgetek kistelepési polgármesterekkel. Mi azt szoktuk mondani, hogy itt jó élni, csak nagyon nehéz megélni. Tehát turisztikai lehetőség a sok közül, bár itt egyre kevesebb van, de a turisztika az egy lehetőség, hogy a települések kilépjenek a mostani nehéz helyzetéből. Egy fesztiválról beszélünk, és nem olyan régen zajlott le az Ördöghatlan Fesztivál, ami azt hiszem ennek a fesztiválnak is lehet jó példája, hiszen itt is gyakorlatilag jó pár település kilépett egy kicsit a névtelenségből, és ma már, ha jól tudom, 70 ezer ember volt az 5 nap alatt. Tehát azt gondolom, ez egy jó példa lehet. Igen, valóban ezt akartam mondani, hogy ugye 70-el, több mint 70 ezer látogattak ki az Ördöghatlan Fesztiválra. Igen, van helye és ideje ezeknek a fesztiváloknak. Megfelelő időpontot kell megtalálni, hogy ne egymást kioltsák a különböző fesztiválok, hiszen mondtam is, hogy nem olyan régen még a polgármestereket szinte gyilokra mentek azért, hogy miért azon napon rendezed a falunapot, amikor én, és nem tudtak közös nevezőre jutni. Ez egy tökéletes helyszín, tökéletes lehetőség arra, hogy közösen együttműködve későbbi pályázatokban is jobb fejlesztéseket és több fejlesztéseket lehozzanak az itt élők számára. Ez volt az első fesztivál, bízhatunk abban, hogy lesz akkor második, harmadik. Az Ördöghatlant már nem tudjuk beírni, mert ők jövőre már a 10-et tartják, de bízunk benne, hogy ez egy követendő hagyomány lesz. Mindenképp, minden kezdet nehéz, de a folytatás szerintem sokszor még nehezebb. A célok azok fantasztikusak, én kívánok a szervezőknek rengeteg kitartást, és jó erőt, egészséget a további munkához, és remélem, hogy sok X lesz még utána. A 9 falu fesztivál nyitó rendezvény van Kásádon, és a 9 falu egyike Kásád. Hogyan kerültetek képbe itt a 9 falu fesztivál keretében? Hát nekünk ez a megtiszteltetés, hogy itt van a pont a nyitó fesztivál nyitó napja, a nyitó ünnepség. Kosztis István úr megkeresett ezzel a projekttel, hogy lesz egy ilyen fesztivál, és ők arra gondoltak, hogy Kásád is részt venne ezen. Természetesen mi nyitottak voltunk, és hát igent mondtunk, és így elkezdődött a dolog, és hát ők jöttek az ötletekkel, ők jöttek, hogy mit, hogyan, miként, végülis ők a főszervezők, mi csak alájuk dolgozunk, de azt mondom nagy örömmel, és azt mondom, hogy nagyon jó, mert lehet is látni a létszámon, hogy nagyon sok embert érdekel, és azért itt van elég sok ember. Milyen program lesz? Mennyiben volt beleszólásotok egyáltalán abban, hogy a program hogyan zajoljon itt Kásádon? Volt egy készforgatókönyv, vagy azért ti is hozzárakhattátok az ötleteiteket? Hát egy alapforgatókönyv megvolt, és akkor erre tudtunk mi is építeni, tudtunk mi is beleszólni, tudtunk mi is hozzárakni, akár elvenni nem vettünk el, de hozzáraktunk, és akkor így alakult ki a mai program. Azon kívül, hogy most itt egy fesztivál megnyitó van, és mindenki jól érzi magát, polgármesterként te hogy érzed, hogy lehet-e ezen kívül, a kulturális kapcsolaton kívül esetleg a 9 település valamilyen más módon is kapcsolódhat-e egymáshoz, hiszen itt vannak gyakorlatilag egymás tövében ezek a települések. Hát igen, eddig is, ahogy a Fazekas úr említette, hogy nem vetétársnak kéne lenni a településeknek, a polgármestereknek, hanem össze kéne fogni, és ezt az alvéget, ezt egy kicsit gatyába rázni, kicsit összefogni, hogy meginduljon egy kicsit a turizmus, meginduljon, hogy megismerjék ezt a vidéket is. Mi zsáktelepülések nagyon el vagyunk zárva, és azt mondom, hogy ez egy nyitási lehetőség az ilyen kis településeknek, hogy egy ilyen programban részt veszünk, és ide jönnek idegenek, meglátják a falunkat, hogy néz ki, miként. Tehát azt mondom, hogy ez egy pozitív dolog, és hogyha ennek lesz folytatása, akkor természetesen Kásád oda fog állni, és ezt támogatni fogja.